Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Itt most rengeteg színes lufival, és nagyon sok is már igazi, megfogható, horgolt színes játék között telt ez a konferencia. Hogyan tekintenek erre az eltelt időszakra? Mi az, amivel bővült ez a módszer, és milyen tapasztalatok vannak? Vályi Ágnes, logopédus, a módszer kidolgozója. Ez az elmúlt időszak, ez nyilván az építkezés időszaka volt, ami megjelent abban, hogy az iskolai modul mellett kiépült az óvodai változat, ami egy olvasás előkészítő program. És természetesen mindkét modul alkalmazásához megjelentek a módszertanok, azok a tanítói kézikönyvek, amik alapján az óvodnő, illetve a tanítónő levezényli a mesezenés foglalkozásokat. Sándor Krisztina, pszichopedagógus, szintén módszeralkotó. Az óvodás korosztály életkori szükségleteinek megfelelő tevékenységeket folytatunk, tehát mozgunk, rengeteg aktivitás van, rengeteg beszélgetés van, olyan cselekmények, olyan élmények érik a gyerekeket, ami játékos, ami az életkoruknak teljesen adekvát és megfelelő, és ezeken az élményeken keresztül egy érzelmi híd alakul ki, a hangok világa, ami egy teljes absztrakció, és a gyerekek lelke között. Úgy kell elképzelni a mesezene módszert, mint egy kettős spirált. Van egy mesei sík, egy történeti sík, amely magában hordozza azokat a kognitív fejlesztő tevékenységeket, illetve metanyelvi fejlesztést, ami az olvasás-írás elsajátításához szükséges. Óvodában az előkészítés szintjén, iskolában pedig már a tanulás szintjén. Rengeteg aktivitással jár mindez az óvodai megélés. Tehát ez az, ami leginkább különbözik a hagyományos olvasástanítási módszerektől, hogy nálunk folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek bevonódjanak, személyes élményeiken keresztül vegyenek részt ebben a folyamatban. Tehát egy közös összekacsintás zajlik a pedagógus és a gyerekek között, egy közös világot építenek, ami tele van rengeteg élvezetes játéktevékenységgel. Igazából azt lehet mondani, hogy a mesezene módszer a jobb agyfétlekét adja oda akkor, amikor az olvasás és íráskészségét kialakítja. És ez egy nagyon fontos szempont, mert hogy a 21. századi gyerek egy nagyon impulzív, nagyon szabad, nagyon csörömpölő világban van, miközben az olvasás megtanítása az iskolákban egy csendes és mondjuk kicsit szürke. És mi azt szeretnénk a mesezenével, hogyha az olvasás megtanulása az élménydús lenne, izgalmas és csörömpölő. Amikor az olvasást elképzeljük, akkor egy nagyon nyugodt, nagyon passzív tevékenységet képzelünk el. Általában ülőhelyzetet, könyvvel a kezünkben, csendben, némán figyelve. Ezzel szemben, amikor az óvodában vagy a mesezenélő osztályokban az olvasást előkészítő tevékenységek zajlanak, tehát például a gyerekeink megérintik azt a lufit, ami az aktuális hangot hozza, vagyis leolvassák a lufinak a hangját, akkor van a legnagyobb zsivaj a csoportban, akkor van a legnagyobb aktivitás a csoportban. Hogy tud a gyerek ennyi információt összerakni egyé? Ez egy óriási segítség a gyerek számára, hiszen egy nagyon komplex asszociációs láncot képez. Mindenki a saját képességei, szükségletei szerint megtalálja azt a támasztékot, azt a támpontot, ami őt a leginkább közelebb viszi a hangok világához. Akinek a szín segít, az a színt. Akinek az érzelem segít, az az érzelmet. Akinek a lufinak az ajakállása segít, az ezt a segítséget kapja meg, és szerzi meg, és építi be. Akinek a mozgás és az a féktelen öröm, ami áthatja ilyenkor a csoportszobákat, akkor az a mozgáson keresztül jut el a hangok világába. Tehát ez a sokféle csatorna, ez sokféle utat, sokféle lehetőséget jelent, amit mi inkább tágítani szeretnénk és nyitogatni a gyerekek számára, hogy minél több esélyt adjunk annak, hogy minden gyerek eljuthasson ennek a boldog felfedezéséig. Szűcs Antal Mór, logopédus, szintén módszeralkotó. Elkezdtünk egy nemzetközi terjeszkedést is. Egyrészt Erdély és Párcium területén több konferencia előadásunk volt, illetve felkészítő tanfolyamokat tartottunk ezeken a régiókon, illetve nemzetközi konferenciákon adtunk elő. Egyrészt Lisszabonban egy nagy logopédiai szövetség által szervezett konferencián, másrészt pedig Koppenhágában, ahol egy olvasás és olvasási képességek köré szervezett konferencián adhattunk elő a módszerről. A másik nagy
nemzetközi projektünk pedig az Erasmus Plus keretein belül megvalósuló Ready to Read projekt. Ennek az lesz a lényege, hogy több európai ország, Portugália, Románia, Magyarország, Olaszország, Belgium részvételével megpróbálunk olyan jó gyakorlatokat összegyűjteni, amik azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudjuk előkészíteni a gyerekek olvasási képességeit még azelőtt, mielőtt ténylegesen elkezdjük őket olvasni, tanítani, és egy nagy európai szintű jó gyakorlatbankot szeretnénk ebből összehozni. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.